Nagy szeretettel köszöntöm Önöket az Egy Egészség podcastban, amely a Betesda gyermekgyógyító sorozata. Ezúttal dr. Nagy Péter, osztályvezető főorvos, gyermek és ifjúság pszichiáter szakorvos a vendégünk, és a témánk a figyelemzavar. Köszöntöm Péter! Szerbusz, és köszöntök mindenkit, aki hallgatja. A, ugye a figyelemzavar, hát persze mindenki tudja, mi az a figyelemzavar. De valójában igazából azt gondolom, hogy csak ilyen álkombákom módon tudja egy laikus definiálni. Mi egy szakember definíciója figyelem zavarral kapcsolatosan? Igen, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy mindenki tudja, mert figyelmetlenségről mindenkinek van egy elképzelése. Igen, ez, is de ez ilyen laikus. Igen, igen. 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 különbözik a diagnózisa a szétszórtságtól, hogy, hogy van -e hát a figyelem zavarhoz egyébként legtöbbször társul fokozott mozgékonyság, impulzivitás, és ezt egybe hívják adhd nek Most ez az ott, hogy ADHD, ezt most már egészen ismerik. Mi az ADHD, szíves? csak hogy mindenki tudja, hogy miről beszélünk? Ez hiperaktivitás és figyelemzavar együtt, és az angol szó, angol rövítése, uh -huh. és jobban hangzik, mint a magyar rövítés. Úgyhogy ez átment az ADHD. És ez jellemzően egyébként tényleg összefügg? Legtöbbször igen. Uh -huh. Van ilyen, hogy valaki csak zavaros van, hogy valaki csak hiperaktív, előfordul ilyen, de ez a ritkább előfordulás. Mm. A leggyakoribb az, hogy mind a kettő együtt van. Most a figyelemzavar, az mi? Az a figyelemnek milyen jellegű zavara? Túl gyors, túl kapkodó, túl szétszort, vagy képtelen koncentrálni? Ennek a, a figyelemzavarnak is van összesen kilenc lehetséges tünete. Ezek olyan mm. megnyilvánulások, amik a hétköznapokban előfordulnak, amit észrevesznek szülők, vagy pedagógusok, vagy a gyerekek magukon. És, és akkor beszélünk mi figyelme az a egy orvos szinten, hogyha ebből a kilencből legalább hat az rendszeresen, tartósan fennáll, mm -hmm. és, és komoly problémát okoz a hétköznapokban. Mm -hmm. És egy olyan, olyan tünetek vannak ezek közt a kilenc között, hogy, hogy valaki mindig elfelejt mindent, még bent felejti a dolgait az iskolába, otthon felejtem, hogy be kéne vinni az iskolába, vagy hogy mindig elhagyja a dolgait, mm -hmm. mindig pótolni kell a ceruzákat a tartóban, vagy hogy, hogy amikor beszélnek valamiről, hogy nem tudja követni, mindig visszakérdez hogy mit mondtál, nem, nem haj. Sokszor van, hogy, hogy, hogy fülészetre viszik, mert azt hiszik, hogy nem hall, mert szólnak, és nem reagál, azért már nem nagyon elkalandozik, és, és nem tudod figyelni. Vagy van olyan tünete, hogy, hogy a belekezd van és közben eltérül másfelé, elkalandozik másfelé. Az ilyenek vannak, nem csak az, hogy szétszólt, hanem ez is sok minden együtt, és amikor ebből van legalább hatféle... Azért a, az nem, az nem érdemes végigmondani ezt a kilencet? Csak ilyen topik szinten. Nem hogy... tudom, hogy hányat mondtam eddig. Hát, hármat körülbelül, igen. Mondtam, hogy igen. Olyanok vannak még, hogy, hogy, hogy nehezére esik a gyerekeknek gyereketnek egy dologra koncentrálni tartósan. Tehát itt mondjuk olyan... nem tudja végülni a 45 perces órát? Az ülés az már a hiperaktivitás része lenne, itt uh -huh. ülni ettől még tud, le, valószínűleg nem fog, mert ő sokszor hiperaktív is, uh -huh. de ettől még ülni elmertek tudna, viszont nem figyelmével uh -huh. nem tudja követni. Elkandozik egy 5 perc, 10 perc után, Elkezd máshol járni a gondolata, és nem követi, mi, mi történik az órán. Mm -hmm. e, a, vagy vagy a, a, mindig elfelejti, mit hova tesz le, mindig keresni kell a dolgait. Az még egy jellemző dolog, hogy a az, hogy nem figyel órán, az lehet az, hogy nem kell, hogy bármi történjen. lehet az, hogy teljesen csak a belső világában elveszik, de az egy külön tünet, hogy, hogy külső ingerek terelik el könnyen a figyelmét, hogy, mm. hogy leül, tényleg igyekszik, de bármi zaj van, valaki leheti a tollát, vagy bárki megszólal, vagy kint elmegy egy mentőautó, akkor elvesztettük őt azon az órán. Mm. És az még egy, egy külön talán nem kézenfekvő tünet, hogy hogy nehéz ezeknek a gyerekeknek a, az időbeosztás, a szervezettség. Ez a, olyanban is látszik, hogy még a szobájukat nem tudják rendbe tartani. Ahhoz meglepően Komplex agyi folyamatok szükségesek, hogy az ember átgondolja azt, hogy ezt tervezni kell tudni. De nem tudnak struktúrálni? Nem tudják megszervezni az életüket? Pontosan igen, igen. Mm -hmm. Időt is, meg a helyet is maguk körül, és ez, ez egy rendetlenségbe is megnyilvánulhat, vagy abban, hogy sosin semmi kész időre, vagy abban, hogyha mondjuk hazaérnek iskolából, és ott van az a két-három óra, amit a leckét be kéne fejezni ha nem áll ott mellettük valaki, és végig nem mondja, hogy gyere, csináld, csináld, figyelj oda, folytassuk a következő dologgal, akkor elúsznak teljesen, és, nem képesek befejezni. Körülbelül hány éves korban jelentkezik ez? Ennek a figyelemzavarnak és hiperaktivitásnak a legfontosabb rizikó tényezője az a genetika. Az úgy tűnik, hogy aki hiperaktív, aki ADHD, és az azért valahol úgy született, nem azért lett, mert mit tudom, elkapott valamilyen betegséget, mm. és aztán ez ráment az agyára. Nagyon-nagyon e, ritkán előfordulnak ilyen gamepróbák. Ez iszonyú ritka. Az, ami a leggyakoribb, amivel találkozunk, abban a legfontosabb rizikó tényező az az örökletesség. Hogy emeletek, aki megszületik, az már így születik, de azért általában ennek különösebb jele nincs. Hogyha visszakérdezünk egyébként szülőktől, egy csomószor mondják azt, hogy ő már hasába is érezte, hogy ez a gyerek más volt tesója, mert ez állandóan rukdós. Nem, rukdós. Tudott, rukdós, nem tudott, mindig rúdos, nem tudott eludni, aludni, de ez is senkit sem mondanánk hiperaktívnak hmm. születése pillanatában. Ez, hogy, hogy ilyen szétszórt, nem tudja az időt beosztani, könnyen elkondozik a figyelme, itt mindegyiknél egy külön kritérium, ez ilyen komoly problémát okoz, és azért ezt három évesen sem nagyon mondanánk. Lehet, hogy látjuk, hogy óvis gyerekem már az óvodó elején, hogy elképesztő hiperaktív megászni, és megállás nélkül pörög és sose fárad el, de azért ez ott még jobban belefér a normális tartományba, mm. és az, hogy egy Oviba eleve az az elvárás, nem tudom, hogy ez változott, az én gyerekeim a kovodásra, akkor azt hiszem, hogy 45 perc volt a napi egy nap, amit figyelni kellett tudni a foglalkozásra. Uh -huh. És azért ez még annak is megy ki, aki szétszórta. Ahol uh -huh. ez tényleg feltűnik, az Óvinak a vége lesz, és, és főleg az iskolának az eleje. Ugye legtöbbször a diagnózis az ilyenkor születik, meg 5-6-7 évesen. Uh -huh. És nyilván nem egyszerű, meg kétszeri alkalomról van szó, hanem tendenciózusan. Körülbelül mi az a, az időtartamunk, hogy anakodjunk, hogy itt most nem arról van szó, hogy a gyerek rossz paszban van, vagy nem tudom, tavaszi fáradtság, vagy nem tudom, bármi, tehát nem valami időszakos dolog, hanem hogy itt tényleg van valami, ami, amivel szakemberhez kell fordulni ez abszolút ez, amit mondasz, hogy ez nem egy, nem egy két hete tartó probléma, hanem ez egy tartósan így van. Egy óriási váltás, ez, ez az oviba, gyakorlatilag az egésznapos játék, kicsi foglalkozás, és nem tudom, ez még, nem tudom, hogy még így van-e, de úgy tudom, hogy így van, hogy nem is nagyon lehet egyébként kényszeríteni gyereket, szóval lehet invitálni gyereket, hogy gyere, üljünk le, és foglalkozás van, ő szaladgálna, nem mondhatják azt, hogy tessék öölni, mert van egy boldog nyári szület, és ebből hirtelen át kell váltani egy olyan rendszerbe, ahol órákat kell tudni ülni és, és fejelmezetten. Ez egy iszonyú nagy váltás, ehhez minden, aki normális, az nehezen alkalmazkodik, mert ez, ez nehez, teljesen a, az ösztön ellen megy. Meg. Egy-két hónapig nem aggódnánk. Szóval egy első osztály szeptember másik hetében én nem adnék ilyen diagnózis, az egészen biztos. Hogyha eltelte az első tanévből egy-két hónap, és ezek folyamatosan továbbra is felnállnak, akkor mindenképpen gondolnék erre. Ha pedig teljesen hivatalosan egy kritérium az, hogy, hogy ezek a tünetek, mondjuk ha valakivel később találkoznak, ezek mindenképpen az egy gyerekkorba kezdődjenek olyan, olyanról nem nagyon tudunk, hogy valakinek ez felnőtt korba kezdődik, de hogyha egy szülőként veszi ezt észre valaki, egy-két héte, egy hete hét, hét tapasztalat ne aggódjon, ha csak az iskola első hónapjában ne aggódjon, de hogyha ennél tovább fennmaradnak ezek, akkor, akkor érdemes szakembert keresni. A, már te is pedzegette, de hogy tudjuk megkülönböztetni a figyelem? nem zavart a szétszórtságtól, a szórakozottságtól. Tehát mennyi, tehát, mert az egyik egy, egy probléma, amit egy egészségügyi Igen. probléma, a másik pedig egy egy rossz személyiségvonás, ami akár meg is változhat. A, tehát akarati tényező is lehet. Például, hogy, hogy nem leszek De szórakozott, van. odafigyelek, a struktúrálom az életemet, stb. Az egyiknél döntéskérdés, a másiknál nem. Igen. De hogy tudom én ezt szülőként megkülönböztetni? vagy nem tudom szülőként, ne akarja megkülönböztetni? Érdemes lehet ezzel foglalkozni, persze, sőt, mindenképpen érdemes ezen gondolkozni. Ezeket, hogyha valaki nagyon utána megy, lehet találni ilyen kérdőjöveket, teszteket akár interneten is, de egyébként az, az a, fő különbség, és a mai napig ez így van, világszerte nem arról van szó, hogy Magyarországon nincsenek a megfelelő eszközök, hanem ez a világfejlett helyeinek a, a szakmai javaslata, hogy ez a diagnózis ez, ez tüneteken alapul. Tehát nincs olyan nem tudom, Agyi vizsgálat vagy, vagy pszichológiai vizsgálat, képalkotó semmilyen nincs, ami kimutatná, hogy van ilyen probléma. Az mutatja, hogy van ilyen probléma, hogy fennállnak tünetek, és ez az, ami elkülöníti az átlag szétszorultságtól. az itt is igaz, csak felnőtteknél nem kell hat, hanem egy -e, öt tünet, hogy van legalább hat tünet uh -huh. vagy öt. Szóval az, hogy valaki szétszórt, az kevés, de hogyha szétszórt, és mindent elhagy, és feledékeny, és minden elterelő figyelmét, és nem uh -huh. tudja itt Szóval van legalább 6-7 tünete, ezekből a figyelemzavaros összesen 9-ből, és ezek komoly gondokat okoznak. Szóval önmagában azt valaki szórakozott, de egyébként tök aranyos, és mindenki szereti, és megy az iskola, nem foglalkozunk vele. Szóval az, amit figyelemzavarnak dioszozálnánk, hogyha emiatt ő állandóan lemarad, hogy emiatt nem tud barátkozni, mert olyan szinten kalandozik el mindig, hogy egy, egy baráti beszélgetésre tudnak követni, annyira impulzív, hirtelen, hogyha mindig közbe vág, senki se barátkozik vele szívesen. Szóval, hogyha akadályozza a barátkozást, az otthoni életet, az iskolába az előrehaladást, nem. akkor mondjuk az, hogy ez már egy tényleg egy figyelemzavar, vagy mm -hmm. hiperaktivitás. Most azért is érdekes ez a probléma, mert általában az, hogy valaki figyelemzavaros, az nem jelenti azt, hogy, hogy buta gyerek. Sőt, sok kifejezetten okos gyerekre jellemző az, vagy legalábbis, hát nekem ez nem tudományos adat, inkább csak személyes tapasztalat, hogy, hogy sok ilyen hiperaktív, meg figyelemzavaros gyerekről egyébként kiderült, hogy éles eszű bizonyos dolgokban adott esetben. Ez valóban így van? Nem törvényszerű, de abszolút lehet. Önmagában az, hogy figyelemzavaros nem jelenti azt, hogy egyébként okosabb, mint az átlag. Az biztos, hogy, hogy legalább olyan okos, mint az átlag. És inkább arról van szó, hogy, hogy ami tud teljesíteni, annál egészen biztos, hogy sokkal okosabb. Uh -huh. És e, többnyire az derül ki, hogyha, hogyha figyelem az arra, találkozunk, hogy, hogy e, amit látnak belőle, amire képes egy iskolai helyzetbe teljesítményre, az biztos, hogy annál a valódi agyi sokkal jobb, és ez többnyire olyankor derül ki, hogyha olyan dolgok is szóba kerülnek, ami érdekli. Uh -huh. a, minden, mindenhez, ami, ami bármikor, hogyha az ember figyel bármire, Hogyha az azt érezzük, hogy ez most nagyon jó, ez lehet egy, egy jó vacsora, vagy, vagy egy jó könyv, vagy egy izgalmas film. Vagy... Jó. Ez a bármi tevékenység, ami így bevonza az embert játmenetileg, ahhoz az kell, hogy fölmenjen a dopamin szintje az ember agyába bizonyos területeken, kapcsolódik receptorok, akkor tudunk figyelni. Ez úgy lett kitalálva a természetben, hogy a dopamin az magától vissza a csökken, mert em, ezért, ezért fogunk még egyszer enni. Nagyon jó érzés az evés, az felviszi a dopamin szintet, de hogyha ez örökkel fennmaradna, akkor nem etnék még egyszer, mert tök jól érzem magam, aki ilyen ember volt esetleg, annak nem lettek utódai jó, esélye, úgyhogy ez nem marad fenn ez a, ez a vonás. és ez egy, ez bős dolog a természettől, viszont ezeknek a gyereknél az történik, hogy nagyon hamar zuhan vissza a dopaminszint, sokkal hamarabb, mint másnak. De ha sikerül valami különleges, érdekes dologgal megragadni a figyelmüket, akkor ez a dopaminszintjük fennmarad, és akkor úgy teljesítenek, mint bárki. Uh -huh. Ezért néha úgy tűnik, hogy igazából lusták, mert a tabletre például tud figyelni, de ez nem egy döntés kérdése. A tablet az, 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 ők motiválja, és ezért fenntartja uh -huh. a figyelmet. Ami pedig nem motiválja, az, az, pedig, az pedig nem. Uh -huh. És ha sikerül így fenntartani, akkor kiderül, hogy ja, arról egyébként tök sokat tud beszélni, meg, meg, meg rengeteg információ van, ami érdekli, csak ahogy nem, túl, nem igazán érdekes dolog, ott már képtelen koncentrálni. Uh -huh. Ez a figyelemzavar, az mennyire javítható, vagy nem tudom, jó szó ide a gyógyítható. Hogy ez betegsége, vagy vagy nem, csak egy zavar. Yeah, a a hivatalos a, a kategória az, hogy zavar. Szóval betegségek azért nem neveznek, mert uh -huh. hogy hogy ne legyen egy ilyen címké, bárki nem beteg attól, de az biztos, hogy azért nagyon más, mint az átlag. Uh -huh. yeah, és um, ez olyankor derül ki, hogyha mondjuk tudjuk kezelni ezt a figyelemzavart, és valaki el tud kezdeni, úgy koncentrálni, mint bárki más, akkor derül ki, hogy, hogy mennyire más életre tud élni, mm -hmm. és az, az a legkevesebb egyébként ebből, hogy, hogy jobb éjeket kap, mert általában az is következménye, hogy jobban tud érteni, mm -hmm. de, de ennél sokkal jobb következménye, hogy ő érzi, hogy összeszedettebb, hogy mindene megvan, mm. hogy tized annyit se szítják meg, kritizálják. Uh -huh. Nagyon sokhoz arra kapják meg ezek a gyerekek, hogy milyen lusta vagy ha többre is lennék, főleg ha odállt, az idősebb test, hogy bezzegőn neked meg hogy megy. Uh -huh. És ezek mind megszűnnek és átalakulnak dicserebe. Ez egy óriási változás a gyerekek életében. Uh -huh. A kezelés azt jelenti, hogy, hogy úgy, úgy kezelni, hogy hogy elmúlik, olyat nem tudunk egyelőre, nem tudunk, hogy lenne ilyen megoldás. Valószínű, hogy hosszabb távon se fogunk tudni, mert ezek olyan agyi működések, amik amik így egy, egy szóval még elméleti ötlet sincs arra, hogy lehetne ezt mondjuk véglegesen megváltoztatni. olyan lehet, hogy a, 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 működésben lehet nyúlni, és, és erre igazán komoly esetekben vannak gyógyszeres megoldások, amik nagyon látványosan tudnak, figy a figyelem szabályozást tudják segíteni. Szóval a gyerekek képesek lesznek koncentrálni a saját figyelmüket ott tartani, amire figyelni kell, és kizárni a zavaró tényezőket, és ez, ez egy nagyon. Látványos pozitív változás. Sokszor felmerül a kérdés, hogy ne váltsunk-e iskolát, várjuk, nézzük meg, hogy mit tudunk elérni, és az este 90%-ában azt mondjuk, hogy, hogy bármilyen iskola, ahol éppen vannak, az tökéletesen megy, azt sikerül így kezelni. Mennyire kinőhető ez? Ahogy mondtad, hogy nem teljesen, hogy nem tudunk róla, de nyilván, hogy egy, egy gyerek egyre inkább tudatossá válik, és tudja, hogy neki van egy ilyen problémája, akkor az valamennyire tudatosan ezt tudja kontrollálni. Vagy nem tudja? Nem tudja ez a probléma. A kinövés az, az viszont igaz, mert hogy, hogy a, a, az idegrendszer egészen sokáig fejlődik. Most már ezen, mi túl vagyunk ezen a ponton, de hogy... hogy nem akaratlagosan nem, növi igen, ki, úgymond, hanem... Igen. Nem, nem egy döntés, hanem egyszerűen az, hogy fejlődik az agya, és akkor azok a területek és alakulnak, amik szabályozzák például a figyelmet. Uh -huh. Úgyhogy ezért általában az a, az a, az a tapasztalat nagyobb létszámú kutatásokból, hogy, hogy minden évben valamivel enyhébbek ezek a dolgok. És azok, akik mondj, gyerekként egyértelműen ADHD-sök voltak, azoknak mondjuk csak ilyen 10-20 század, akinek van egy diagnózis a korba is. Szóval legtöbb mm. A legtöbb esetben kor ez már nincs ott, marad általában valami szétszórtság, nem teljesen nyom nélkül tűnik el, de legtöbb esetben jó valami, mint gyerekkorban volt. De ez általában azért a fiatal felnőtt kor. Szóval amikor ebben találkozunk 6-7-8 évesen, valamennyire vigasztaló, hogy figyelj, 20 évesen már ez kisebb gond lesz, de most, most van az iskola, úgyhogy mm. ez hosszú távon mindenképpen pozitív. Az is számít azért, hogy ami, amit mondtál, hogy azért olyan részem egy tudatos, hogy ha az ember már évek óta tudja ezt magáról, és, és kialakít stratégiákat, jó, mindent elhagyok, de ezért itt a kulcsnak a helye, ide kell tenni a tornazoknit, hogy ne haladj, akkor ide után kevesebb lesz a probléma. Ugyanilyen szétszórt lesz, de kevesebb problémát okoz. Mm -hmm. Arról beszél még mindenféleképpen, hogy e, ugye ez egy állam általános probléma hogy a sok kütyű, telefon, ilyen gép, olyan játék, online, csetelés, stb. Ez van-e valamilyen összefüggés a, a figyelemzavarral? Össze kell -e keverjük, ha igen, akkor mit kell ezzel kezdeni? Um, nagy, van, meg nincs. Olyan értelemben azt hiszem, hogy van, hogy ha még nem a figyelemzavart nézzük, mert a diagnózis. Ez, ez a, amikor valaki egy, egy diagnózisnak figyelemzavart, az nagyon stabilan az egész világ úgy tűnik, 5 körül van, és ez nem nagyon változik. Szóval önmagában ez a fíremzavar diagnózis, ez, ez, mondjuk nem tudunk arról, és nincs arra utaló adat eddig, hogy ez gyakoribb lenne azért, mert több a, a, a Viszont az biztos, hogy, hogy, egy átlag gyereknek a figyelmét nagyon befolyásolja például az, hogy mennyit alszanak. És például az egy, az egy ismert biológiai tény mostanra egészen egyértelmű vált, hogy, hogy, Eh, ahhoz, hogy tudjunk aludni, ahhoz az kell, hogy, hogy a melatonin szintje elkezdjen fölmenni az agyunkba. Ez kb. egy óra még eléri azt a szintet, hogy, hogy hogy ki is kapcsol az agyunk, és ez lesz, amikor elalszunk. Eh, és a melatoninnak a szintje akkor kezd el fölmenni, ha elkezd besötétedni. Eh, és ezt már a, a, az elektromos áram se tett jót ennek, hogy elkezdtünk világítani este, nyilván csomó szempontból jó, de ebből a szempontból nem ideális, nem erre kitalálva az ember agya, hogy hogy legyen hmm. áram, meg megvilágítás. És különösen a képenyőnek ez a kékes fény az, az végkép iszonyan gátolja a szintnek az emelkedését. Ami azt jelenti, hogy ha mondjuk valaki a le, szembecsukás pillanatában még képenyőt néz, akkor csak utána kezd el tehát biztos, hogy az a gyerek lényegesen kevesebbet és rosszabb minőségben fog aludni, és azt tudjuk, hogy az alvásnak a minőség az befolyásolja a figyelmet, például az én értelemben nagyon összefügg. És van még egy másik fontos összefüggés, a megint nem a diagnózis, de mondjuk az általában ezt a szétszórtságot vagy impulszivitás befolyásolja, hogy van egy ilyen kutatási tapasztalat, kutatási eredmény, hogy amikor pici korban használ használnak képen jött ilyen babáknak, vagy ilyen, aki még csúszik, mászik, vagy éppen tipegő korban van, és hogy persze nem tudom, mosogatni kell, meg szeretnék, hogy más is járni, érthető persze, de hogy Nézzem már valami mesét. Azoknak a gyerekeknek, akik, akik ilyen módszert használnak a megnyugtatásra, azok a gyerekeknek később a, a gátlási funkció sokkal rosszabbak lesznek, kevésbé képesek szabályozni az érzéseiket és meg a figyelmüket például. Uh -huh. ilyen összefüggés van, ettől még nem lesz gyakoribb a diagnosztikai szintű figyelemzavar, de ezzel a figyelemre azért hatnak ezek az eszközök. Hát. Mit, mit tegyünk annak érdekében, hogy a gyerekeink, és itt most már nem a figyelemről, zavarról beszélünk, hanem erről a fajta figyelem képességről, koncentráció képességről. Tehát, tehát hogy, hogy, neveljük a gyerekeinket, hogy fektessük le, mennyit engedjük őket játszani ilyen digitális eszközökkel, hogy, hogy esetleg javítani tudjuk a koncentrációt, a figyelmet. Van, van egy kor, ami nagyon egyértelmű, ez a, ez a babakor, tehát az óvodás előtti korban igazából nincs, nincs tulajdonképpen érdemi helye a képernyőnek hogyha bár, bármi képeny időt engedünk gyerekeknek, is, két éves, egy éves a babáknak semmiképpen. De a babához, hogyha, tudom, hogy van, de tudni kell, hogy ez nem jó. Szóval, hogy, hogy ha egyszer így tudjuk megoldani a vacsorát, oké, okay, de ez nem lehet egy rendszeres szokás. Hogyha tényleg azt szeretnénk, hogy jó legyen, jól fejlődjön az agyal meg a különböző képességi, akkor abból teszünk a legjobbat, ha egy baba az nulla perc képen használ. Utána ez a bölcs és korosztály, ott is az idáig, ha nincs, nincs szüksége egy gyereknek képernyőre, nem képes, amikor azt hiszik, hogy ilyen, ilyen milyen jó edukációs program, nem fejleszti, Ez egy, ez egy hazugság. Nem tudjuk, hogy nem fejleszti, inkább bárt egy gyerek, gyerek, de legjobb esetben nem de mondjuk nem fejleszti egészen hmm. biztosan, nem tudnak bele tanulni. Ott az a javaslat ebbe a bölcsis korosztályban, hogy ha bármi mese is, van, vagy bármiképpen jön, az csak úgy jön a szülővel együtt. Szóval úgy van, csak valami értelme, erre is van kutatás, nem tudom ezt meg elmondani, hmm. de van erre kutatás adatunk, hogy ha a szülő értelmezi a gyereknek, hogy mi történik, annak lehet valami haszna. Tehát a beszélgetéssel páros, igen, párosul, igen, 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 abszolút, igen, igen. Ha, rá van bízva, akkor, akkor legjobb esetben nem használ, de inkább valószínűleg járt is valamit. De, és később pedig Ovitól fölfelé szintén az Oviba egyértelműen az a javaslat, hogy mindig tudja a szülő, hogy mi történik, ne legyen úgy képen, hogy nem tudjuk, hogy, hogy mit lát, és, ez és maximum egy napi egy óránál legyen több, és a legfelelkevés előtti egy órában semmiképpen se legyen. És aztán alsótól kezdve, főleg felsőtókozat, ott már nehezen, mert bejön az iskolai használat, meg minden, aztán nem lehet egy ilyen időpontot mondani, hogy egy vagy két óra, ott az a javaslat szintén, ez, hogy lefekvés előtt egy órával semmiképpen sem, semmilyen képernyő. És a másik az, hogy, hogy egészen a tini korig, amikor már nem tudunk annyira beleszólni, de az utolsó. Hát, meg telefonja van meg, igen. Ott mondták kicsit, hogy az utolsó pillanatig tudjon róla a szülő, hogy milyen tartalmat fogyaszt a gyerek. Ez, ez fontosabb, mint az idő. Uh -huh. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ez egy olyan probléma, ami sokakat érint. Nem tudom, hogy ez romlik a helyzet egyébként? A, hát nő ezek a, a figyelemzavaros gyerekeknek a száma? Ez, az, ami nem lát, az, hogy a figyelemzavar diagnózisnak az aránya nőne, azon a gyereknek biztos, hogy nő a száma, akiket az átlag hétköznapi feladatok meg, meg órai dolgok kevésbé kötnek rá. De ez mm. még nem ez egy figyelemzavar szint azért. Mm -hmm. Hát meg talán egyre többen ö, ismerik föl, és nyilván ez is változik, mert régen valószínűleg a, mert az én gyerekkoromban nem volt még egy csomó, tehát erről még nem is hallottunk, mm. tehát nyilván nulla volt a figyelemzavarosok száma a diagnózis vagy statisztikai mm. szempontból, tehát nyilván ez is változik rajta. Jó, de szóval azért kóros nem változik a helyzet attól, hogy egyre több eszközt használnak. Nem, ezzel nem találkozunk ég. a világon sem, mert igazából de ezen a ponton Magyarországon inkább az a gond, hogy mi, 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 minden országban, minden európai, meg Amerika, szóval minden ilyen, ilyen kultúrai országban, ahol mi, mi vagyunk, kb. 5% a gyerekek közt az a figyelemzavarnak, nek az aránya. Hogyha ezt kiszámoltuk, hogy ez hány gyerek kéne, hogy legyen Magyarországon, és ennek maximum az 5-6 százalék, aki, aki elmegy valahova szakemberhez. Hmm. Tehát minden, 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 tíz gyerekből talán egy, hogyha eljut, de a le, legtöbben sose mennek el szakemberhez ezzel, úgyhogy jelenleg Magyarországon nem az a gond, hogy egyre több van, hanem inkább az, hogy mindig legtöbben sose kérnek ebbe segítséget. Hát remélem, hogy most tudtunk abban segíteni, hogy fölhívtuk a figyelmet, meg adtunk néhány tanácsot, hogy mit érdemes csinálni. Nagyon szépen köszönöm dr. Nagy Péternek, osztályvezető főorvosnak, gyermek- és ifjúságpszichiáternek. Remélem, hogy tudtunk segíteni. Viszontlátásra!